Itt vagyunk a dal, harmadik dal, mármint a harmadik elődöntő után, és itt áll mellettem az egyik zsűritag, Valkó Csaba. Szia Csaba, hát azért itt feszegettük azokat a szempontokat, hogy mi alapján pontozhat a zsűri. Egy jó példa, Hoffmann Móninak azt mondta Ruzsa Magdi, hogy ez egy igazi eurovíziós dal, 8 pont. Akkor mi a 10 pont? Fú, én most igazából csak a saját nevemben tudok igazából nyilatkozni. Én mindig azt figyelem egyébként, nyilván a dalt már ismerjük, de hát azért mégiscsak más, amikor élőben halljuk. Egyrészt az, hogy mennyire tiszta, mennyire őszintén van elénekelve, mennyire érzi át maga az előadó szöveget, plusz ami nagyon-nagyon fontos, hogy mennyire tud a színpad és a dal összhangban lenni, és mennyire van összhangban. És én ezeket nézem igazából, szerintem, hogyha ez így minden rendben van, így működik, és kapós a dal, akkor az a 10 pont, legalábbis az én véleményem szerint. És akkor most Ruzsa Magdival Csiszár Jenő, tehát van tipikus eurovíziós dal, vagy nincs? Szerintem egy a véleményünk. Én úgy gondolom, hogy van egyébként, most kicsit szerintem félreértették egymást a Jenő és a Magdi, amikor arról beszéltek, hogy nem győztesekről beszélt a Magdi, hanem arról, hogy van egy stílus, amit erőszeretettel, inkább akkor fogalmazzunk, hogy erőszeretettel használnak mondjuk a szerzők, és ez ami nem, tehát akkor nevezhetjük így, hogy tipikus, ilyen nagasívű, nagyívű, monumentális dalok. Begi azt írt az előbb a Facebookotokon, hogy Puskás Peti a favorit, neked ki volt? Peti az elképesztő volt, tényleg, hát amit mondtam is a műsorban, hogy egy igazi ízig-vérig frontember mindenféle szempontból, és egy nagyon-nagyon nehéz dal volt, tehát ezért ez nehéz volt mindenféle szempontból elénekelni, tehát a refrén az iszonyat magasságokban van, és egyébként ki kell emelni a vokalistákat is, tehát nagyon szépen énekeltek, úgyhogy igen, a Peti nagyon-nagyon jó volt, úgyhogy Begivel egyetértek, ez így van. Na és hát így végezetül durván akkor így lefeleződött a mezőny, de hát még egyszer hallhatjuk majd ezeket az embereket, tudnak majd hozzátenni valami pluszt? Szerintem igen, azért most ugye átesett a dal a tűzkerességen, tehát meg volt az, hogy most már a középdöntőbe jutottak a dalok. Úgyhogy szerintem nagyon sokan át fogják gondolni, lehet valószínűleg sokan ugyanúgy fogják előadni, de szerintem lesz egy-két produkció, amikor lesz változtatás. Jó van Csaba, köszönjük szépen, kitartást! Köszi! Sziasztok!